budapesti parlament. Nem csak higgadt viták folytak ezek között a falak között. Néha válságos időszakokban elszabadultak az indulatok. A filmsorozat minden része egy-egy botrányos ülésről szól. A nemzeti akarat nagy szabotálójának, a kommunista pártnak. Ezzel sikerülne a nagy bűvész mutatvány, hogy ugyan a választó polgári többséget dobott be a cilinderbe. A kommunista párt azonban baloldali többséget húzna ki belőle. A horti fasizmus hangját a magyar demokrácia parlamentjében. A szónok, akit nem hagynak közbeszólni, Mór Gyula, a függetlenségi párt képviselője volt. Mikor a beszédet mondja, már tudja, hogy a hatalom minden lehetséges eszközzel fel akarja számolni a pártját. Ez ellen emeli fel a szavát. A most következő egy órában diákokkal fogjuk megnézni a beszéd egyes részleteit, miközben kirajzolódik a párt felszámolásának eléggé különös története. Ki kell zárni a választójogosultságból úgy 7-800 ezer embert. Villánykövesdiek, bízzatok bennünk! A svábok kitelepítésére itt is sor fog kerülni. Ne legyenek az elvtársak túlzottan törvénytisztelők. Csinálják ezt bátran, de ne essünk túlzásokba. A Kisgazdapárt egyes itteni vezetői politikailag jóindulatúakká váltak, mióta tudattuk velük, hogy adatok vannak a kezünkben ellenük. Szabadság! Szabadság! 50 jó csepeli elvtársat kérünk, 31-ére Zemplénbe. Itt létük a párt választási győzelmét biztosítja majd. Az ellenzéki pártok ezzel szemben a választásokon a szavazatok 39%-át kapták. A kék cédulák alkalmazása nélkül is 700 ezer magyar választópolgár szavazott ránk. Körülvették a házat, elhelyezkedtek a lépcsőházban és a szemben lévő lakásokban, és ha elmentem hazulról, rajban követtek. Major pajtás, nem szeretném magával összeakasztani a bajuszt. Mi van a teherautóban? Nem tudom. Vidám műsor, ajándékkiosztás és mesekönyv kisorsolás lesz. Várunk benneteket, a Magyar Kommunista Párt pápai szervezete. Az 1947-es választásokon az volt a kérdés, hogy kié lesz a hatalom, ha a háborút lezáró békeszerződés szeptemberben életbe lép, és a szovjet csapatok, ahogy akkor várták, kivonulnak. Látod, fiam, ez már az enyém. Apáink életük munkájával sem tudták megszerezni, és most a miénk. A régi urak saját érdekeikért háborúba kényszerítettek. Fejfáik keresztjei mutatták az útjukat. A reakció ma is a mi bőrünkre esküszik össze, de ma már tudjuk, hogy ki az igazi ellenség, és ki az igazi barát. A választási kereszt az igazi kockában meghozza a mi jólétünket, a mi nyugalmunkat és a mi békénket. A választások 1947. augusztus 31-én voltak. Itt látható egy szavazólap az egyes pártoknak az emblémáival, és alattuk a lista, ugyanis listás választások voltak, nem pedig egyéni képviselői kerületek. A választásokon a kommunista párt győzött, 22%-ot nyert, de az igazi meglepetés az az volt, hogy az egyik párt, amelyik nagyon határozott antikommunista propagandával lépett föl, a Magyar Függetlenségi Párt, 14%-ot kaptak. Erre nem számítottak, nem számított senki. Budapesten minden negyedik ember, Szegeden pedig minden második erre a párta szavazon. Mór Gyula ennek a pártnak volt a képviselője, az ő szónoklatából hallottunk itt egy részt. A jogi karnak volt dékánya, jogász professzor, korábban rektor is. Most azt fogjuk csinálni, hogy eljátszunk a parlamenti beszédből egyes részeket. Legyél mondjuk Mór Gyula te. Én. Uh-huh. És ti lesztek a kommunisták mondjuk, és ti pedig a függetlenségi pártiak. Mik ezek az ajánlások, amiről itt szó van? Ja igen, az ajánlásokat minden egyes képviselőnek össze kellett gyűjtenie, 3000 aláírást, ahhoz, hogy indulhasson egyáltalán a választásokon. Attól még nem volt biztos, hogy egyáltalán megválasztották. És ennek mi volt az értelme? Na ez ki fog derülni majd a beszéd részletéből. De legyen szabad beszélnem azokról a választási csalásokról, melyeket állítólag mi követtünk el. Hamisították az ajánlásokat, vagy sem? Jellemző, hogy csupán az ajánlások hamisításával tudnak vádolni bennünket. Az ajánlás rendszere csak egy előzetes intézkedés, amelynek célja meggátolni, hogy a választásokon törpepártok induljanak. A mi pártunk azonban ezen a választáson 700 ezer szavazatot szerzett. Na és mi maradt volna, ha leveszik belőle a fasiszta szavazatot? Na mi maradt volna? Összesen 21 ezer ajánlásra lett volna szükségünk. Nem gondolják, hogy ha a reánk szavazó 700 ezer szabad polgár közül 21 ezer sem merte volna aláírni az ajánlást,
akkor itt szörnyűséges terrornak kell lennie. Vannak gyáva fasiszták. Vannak gyáva. A belügyminiszteri rendelet különben kimondja, hogy az egyszer már elfogadott ajánlást a választási bíróság nem utasíthatja vissza. Ez logikus is. Mi jelentősége lehet például a választások után annak, hogy Budapesten, ahol 250 000 szavazat esett ránk, 3000 ajánlás bizonyítsa, hogy elég jelentősek vagyunk a választáshoz. Az erre alapozott petíció tehát jogi abszurdum. Jogi abszurdum, hogy itt vannak a parlamentben. Kérem! Mi az, hogy petíció? Nyilván valamilyen beadvány egy választási csalásról. Így van. Az ilyen tiltakozó petíciókat a választási bírósághoz adták be. Augusztus 31-én voltak a választások, október 2-án adták be a petíciót a függetlenségi párt ellen, úgyhogy akkor, amikor morgyul a beszél 8-án, akkor még nincs döntés az ügyben. Hogy ez a petíció abszurdum, azt a koalíció pártjai maguk is igen jól tudják. Hiszen éppen ezért kellett a kommunistáknak napokon keresztül gyomrozni mind a kisgazdapártot, mind a szociáldemokrata pártot, hogy írják alá. Még a koalíció felbomlásával is megfenyegették őket, mire végre elszánták magukat erre a szégyenteljes lépésre, és aláírták a petíciót. Nem is tiltakoznak ellene. Nem szólnak. Aki itt közbeszól, Fejfer Zoltán a függetlenségi párt alapítója és vezetője. Sokan úgy is hívták a pártot, hogy Fejfer párt. De kire írt itt Fejfer, hogy nem tiltakoznak? A koalíciós pártok képviselőire, a szociáldemokratákra, a parasztpártiakra, a kisgazdákra, akik együtt vannak kormányon a kommunistákkal. Tehát a koalíciós pártok képviselői nem tiltakoznak az ellen az állítás ellen, hogy ők eredetileg nem akarták aláírni a petíciót. De miért nem tiltakoznak? Minek tiltakoztak volna? Mindenki tudta, hogy nyomás alatt írják alá. Inkább engedelmeskedtek a kommunistáknak, semmint, hogy kockáztassák a kilépésüket a kormányból. Nekem a függetlenségiek mégsem tetszenek, mert lehet, hogy sokan szavaztak rájuk, de hogyha hamisították az ajánlásokat, akkor mégis csaltak. Miért, és akkor ki kéne őket zárni a parlamentből? Hát azt talán nem, de csaltak, és ez nekem nem tetszik. Na jó, hát nézzük meg, hogy csaltak-e. Az állami pénzből fönntartott rendőrség most hetek óta azzal tölti az idejét, hogy a mi ajánlóinkat sorra járja, maga elidézi, és aláírásuk visszavonására kényszeríti őket. Éjszaka. Baj az, hogy megnézik, hány aláírást hamisítottak. A megfélemlítésnek azokról az eszközeiről, melyeket a rendőrség alkalmazni képes. Azt hiszem, felesleges itt beszélnem. Pedig szerintem mondhatna részleteket is. Jó lenne belenézni itt, a beszéd után az interpellációk közé. Ne kanyarodjunk most el a Mór-beszédtől. Pedig szerintem jó lenne. Igen, csak érdekes részleteket találhatunk a rendőri brutalitásról. Jó, nézzük. Sonner interpelláló képviselő urat illeti a szó. Tisztelt ház! Mindenek előtt fel szeretném tenni a kérdést, hogy a belügyminiszteri rendelet ellenére, mely kimondja, idézem, az ajánlási íveket még betekintésre sem szabad kiadni senkinek. Nos, ezek az ajánlási ívek hogyan kerülhettek az államrendőrség politikai osztályának nyomozói kezébe? Az ajánlások megkaparintása után 1947. szeptember 20-ára virradó éjjel 43 szervezőnket és aláírónkat bevitték az Andrássy út 60-ba, és ott falnak állították Na őket. Na és fölbelőtték? Olyan asszonyt is bevittek, aki orvosi igazolást mutatott fel. Kocsira ültették, bevitték, és ott falnak állították. Ezt bizonyítani is kell. Természetesen a kommunista párt sajtója megfelelően hozta ezeket a letartóztatásokat, hogy a megfélemlítés annál teljesebb legyen. Ezután Sonner képviselő összesen 9 esetet ismertet, ezek mind Halason történtek. Ezek során a rendőrök különböző megfélemlítéssel és megtévesztéssel vonatták vissza az egyszerű emberekkel, főleg asszonyokkal az aláírásaikat. Bár több száz esetről beszélt, de több ismertetésre már nem maradt ideje. Ezeket a jegyzőkönyveket le fogjuk tenni a választási bíróság asztalára, hogy országvilág lássa, milyen megtiszteltetésben részesülnek Magyarországon a szabadságjogok. Ha lesz idejük. Hú, hát ez elég fenyegető hangzik, hát hogyha lesz ideje. Igen, és nem üres fenyegetés. Már létezett az államvédelmi osztály, 80 000 fős államvédelmi osztály. A kommunista irányítás alatt a belügyminiszter Rajk László szintén kommunista, és már jó pár kiagyalt pert rendeztek. Na, akkor nézzük tovább Mór Gyula beszédét. Nem lehetne előbb összegezni egy kicsit, mert nagyon zavaros.
Jó, összegezzük. Akkor elmondom, hogy jól értettem el. Ahhoz, hogy egy párt az 1947-es választásokon induljon, aláírásokkal kellett bizonyítania, hogy elég jelentős az induláshoz. A kommunisták a választások után az egyik ellenzéki pártot megvádolták azzal, hogy meghamisították ezeket az aláírásokat. Ezt úgy próbálták bebizonyítani, hogy rendőrökkel felkeresték az ajánlási évek aláíróit, és arra kényszerítették őket, hogy vonják vissza az aláírásaikat, igaz? Így igaz, és aztán a petíciót aláíratták a koalíciós pártokkal. Vajon miért szánta rá magát a kommunista párt erre az eljárásra? Az egyik ok nyilvánvalóan az volt, hogy a közfigyelmet saját kiadós választási visszaéléseiről elterelje. A másik ok az lehetett, hogy a kisgazdapártot és a szociáldemokrata pártot, melyek túlságosan elégedetlenkedtek a kommunisták választási visszaélései miatt, az ország közvéleménye előtt lejárassa. Ugyancsak nem tiltakoznak. Milyen kommunista visszaélésről beszél Mór? A kék céduláról. Aki nem a lakóhelyén szavazott, az a lakóhelyén lévő választási bizottságtól kapott egy kis kékszínű papírt, amely igazolta, hogy szavazhat. Ezt elvitte oda, ahol szavazott, és felmutatta. És aztán ezzel csaltak a választásokon, majd mindjárt meglátjátok, hogyan, figyeljetek. A kommunista párt zempléni szervezetétől a pártközpontnak. 50 jó csepeli elvtársat kérünk 31-ére Zemplénbe. Itt létük a párt választási győzelmét biztosítja majd. 100%-os bolsikat kérek. Kb. 20 helyen fognak szavazni. A kocsik minden dísz nélkül legyenek, és csendesek. A választás napján 200 ember autóval végigjárná Tolna megyét, és minden ember 10 különböző helyen, tehát egy ember összesen 10-szer, 200 ember összesen 2000-szer leszavazna. Értem. Ezekkel a cédulákkal több helyen is le lehetett szavazni egymás után. Igen. Lelkes fiatalok fölültek teherautóra, elmentek az egyik faluba, ott leszavaztak, aztán a következőbe, ott is leszavaztak, így tovább akár 10 helyen. Képzelje, a mi pártunkban akkora a lelkesedés, hogy az egyik pártunk 41 fokos lázzal felkelt az ágyából, elment szavazni, aztán hazament és meghalt. Az semmi. Nálunk az egyik párttag már rég meghalt, de mégis elment szavazni. Utána átment egy másik szavazóhelyiségbe, ott is leszavazott, majd egy harmadikba, és még mindig szavazna, ha nem lett volna záróra. A szozdemek azt tervezik, hogy a választások időtartama alatt minden járásban 2 motorkerékpárral fognak cirkálni, és vigyázni a választások tisztaságára. Ezeket a motorkerékpárokat a kommunista párt üzemképtelenné fogja tenni, és ezzel ezt a veszélyt elhárítani. Mór beszédéből tehát az derül ki, hogy még a választások napján leleplezték az akciót a függetlenségiek. Nem egészen, mert nem a függetlenségiek, hanem elsősorban a szociáldemokraták voltak. Az ország területén a legkülönbözőbb helyeken egy sor jegyzőkönyvet vettek föl. Nézzük most meg Böhm Vilmos szociáldemokrata politikus visszaemlékezéséből, hogy nézett ki az egyik leleplezés. Maga egyszer már leszavazott más néven. Maga nem Balog? Kérem, én nem vagyok Balog, de azt mondták, hogy ezekkel a cédulákkal leszavazhatok. Van még magánál ilyen cédula? Van. Hát ez törvénytelenség, ezért magát meg fogják büntetni. Igen, nem tudtam, kérem. Nálam is van, kérem. Én nem tudtam, hogy ezzel nem szabad leszavazni. Ezt adták a kommunista pártirodán. Ha ennyi jegyzőkönyv került elő a kék cédulás csalásokról, akkor hogyan tudtak védekezni a kommunisták? Támadással. Legjobb védekezés a támadás. Meg kell jegyeznem, hogy a választóink, az a 700 ezer ember mind keresztül ment azon a rostán, melyet a névjegyzékekbe való felvétel jelentett. A kommunista elnök vezetésével működő bizottságok mindenkit kihagytak ebből a listából, előttük a legtávolabbról is gyanúsnak tűnhetett fel. Mi ez már megint? A névjegyzékekben szerepelnek a választásra jogosultak. Egy 1947-es törvény kimondta, hogy ebből a névjegyzékből ki kell húzni azokat, akik prostituáltak, elmebetegek, politikailag megbízhatatlanok, de még azokat is, akik a bonyolult számláló lapokat elrontották. Itt van egy korabeli karikatúra a kommunista Ludas Matyiból. Itt lehet látni azt, hogy ők azok, akik a választási joggal még rendelkeznek, és ők azok a gonosz emberek, ugye mögöttük a romok, akik kizártak a választási jogokból. Valójában az, hogy kire érvényes ezek a rendelkezések, azt helyi szinten a ház megbízottak döntötték el, akiknek a többsége szintén kommunista volt, és így fordult elő, hogy nagyon sok szociáldemokrata munkás minősült fasisztának, vagy tisztes matrónák, prostituáltaknak, és így tovább.
Nézzük most meg Kovács István kommunista vezető utasításait a kommunista választási megbízottak részére. Ne legyenek az elvtársak túlzottan törvénytisztelők. Csinálják ezt bátran, de ne essünk túlzásokba. Nem zárhatunk ki mindenkit a választó jogosultságból, aki nem ránk szavaz, mert az visszafelé sülhet el. Ugyanakkor minden reakciót ki lehet zárni. Ki kell zárni a választó jogosultságból úgy 7-800 ezer embert. Persze ezeket azokon felül, akiket a törvény amúgy is töröl a jegyzékekből. Kevesebbet ne zárjanak ki. Valamivel többet lehet. Ezen kívül el kell terjeszteni azt, hogy azok a községek, ahol a kommunista párt többséget szerez, rendkívüli gazdasági segélyben részesülnek. A kommunista házmegbízottak teljesítsék rosszul feladataikat, és az általuk ismert ellenünk szavazóknak ne kézbesítsék a számlálólapokat. A lapok ráadásul komplikált kérdésekkel lesznek tele. Így a szavazók majd olyan válaszokat adnak, amiben meg fogjuk találni a kizáró okot. Tessék, most lehet hozzászólni. Zöldávtárs? Szerintem a számlálólapok komplikáltsága kétélű fegyver. Az iskolázott reakciósok számára nem lesz nehéz kitölteni. Ha kényesek a kérdések, nem fogják a reakciósok a pártunkban lévő kisnyilasok kérdőívét kidobni. A szociáldemokraták ugyanis irányt vettek a pártunkban lévő kisnyilasok kilövésére. Hát ezt meg fogjuk fontolni. Most menjünk ebédelni. Szabadság! Szabadság! Mit jelent a kisnyilas? Olyan nyilasok, akik a nyilas pártban csak egyszerű pártagok voltak, vagy alacsonyabb beosztásban voltak. Később aztán közülük sokan átléptek a kommunista pártba. És végül hány embert fosztottak meg a szavazatától? A korabeli kimutatás szerint, amely megyékre lebontva mutatja meg, azt mondja, hogy összesen 466.853 embert, ami a választásra jogosultaknak 8,5%-át jelentette. 8,5%? Ez nagyon sok. Akkor összegezzünk. A 47-es választásokon ezek szerint háromféle csalás volt. Egy a választások előtt, amikor 465.853 embert húztak ki összesen önkényesen a választói névjegyzékekből. Egy a választások közben 52.000 hamis kék cédulát adtak le, ezek többségét a kommunista pártra. És egy csalás még a választások után is, amikor a rendőrség visszavonatta a függetlenségi párt ajánlóinak aláírásait. Háromféle csalás egy választáson? Nem egészen, mert több. Még mindenféle más trükkök is voltak. Nézzétek meg az Ellenzék című újság korabeli címlapját, ugye ez a függetlenségi párt lapja volt, és különösen érdekes most ebből a szempontból ez a mondat itt, ami ide van írva. Nincs elég papírunk, add tovább lapunkat. Igen, mert a papírt is központilag osztották el, és ezzel is lehetett befolyásolni a választási eredményeket. Itt is van egy kimutatás, ami azt mutatja, hogy a Magyar Kommunista Pártnak 56 sajtóterméke volt, heti lapok, napi lapok összesen, míg a függetlenségi pártnak összesen csak egy, az is a választások előtti napon indulhatott el. A szórólapok esetében is ugyanez volt a helyzet, sokkal több szórólapot oszthatott szét a politikai szórólapot a kommunista párt, mint a függetlenségi mondjuk, vagy a többi ellenzéki párt. Artisták, folytogat a nyomor, nem tudtok elhelyezkedni. Ha követeléseink megvalósulnak, ez megváltozik. Követeljük népi szórakozóhelyek felállítását. Téli cirkusz szépsoros varieték felépítését. Szavazz a Magyar Kommunista Pártra! Minek örülsz, tanonc? Talán nagyon tetszett az izgalmas Tarzán film. Annak is, de miért is ne örülnék, amikor értünk, tanoncokért is harcolnak a kommunisták. Nem üt már a mester és a segéd, a kommunisták követelésére eltiltották a tanoncverést. Szeret? Igen, de nincs pénzünk és lakásunk a házassághoz. Házassági segéd minden ifjú munkásnak. Erős kommunista párt, boldog magyar ifjúság! Munkások, elvtársak, üzemünk látja az egész országot a legkorszerűbb és leghigiénikusabb WC berendezésekkel. Nekünk dolgozóknak mégis az a régi panaszunk, hogy itt az üzemben, ezen a téren nagyon el vagyunk hanyagolva. Követeljünk emberhez méltóbb WC-ket. A Magyar Kommunista Párt mindig keményen és céltudatosan harcol követeléseiért.
Gyerekek, kérjétek meg édesanyátokat, hogy augusztus 20-án délután 6 órakor engedjen el titeket játszótérhatásra a várkertbe. Vidám műsor, ajándékkiosztás és mesekönyv kisorsolás lesz. Várunk benneteket, a Magyar Kommunista Párt pápai szervezete. Villánykövesdiek, bízzatok bennünk, a svábok kitelepítésére itt is sorba kerülni. Az utánuk itt maradó igás országból részesülni fognak a villánykövesdiek is. A Magyar Kommunista Párt Baranya megyei bizottsága. A szórólapok mellett a párt filmhíradói is a választási propagandát szolgálták. Márványoszlopos, fürdőszobás házakban laktak a bácskai svábok. Valamikor nincstelen jövevények voltak, de Habsburgok nekik juttatták a legzsírosabb földeket. Pöfeszkedő jólétükben lenézték a magyar, és Hitler hatalomra jutásakor azonnal mellé álltak. A magyar parasztnak nem volt igás állata, nem volt semmije, csak töretlen munkavágya és hite a jobb világban. Ez a zsíros bácskai föld a sváboknak termett. Övék volt a búza, a tengeri, a legszebb jószág. A svábok mennek, helyükbe magyar telepesek jönnek. A belügyminisztérium népgondozó osztálya minden másnap indít egy szerelvényt Németország szovjet övezetébe, amellyel emberiesség törvényeinek megfelelő módon szállítják haza a svábokat oda, ahonnan jöttek. Minden szerelvénnyel két vagon élelmiszer megy, dietik a holmiukat és a bútorokat. Gazdátlanul legel a gulya. A svábok sorsukra hagyták a jószágot. A telepesek szeretettel veszik át az immár nekik juttatott állatokat. Most már csak az kell, hogy magyar bíró, magyar pap, magyar tanító legyen a magyar faluban. Beköltöttnek a telepes magyarok a svábok elhagyott házaiba. Ez a reakció munkája. Így pusztítják a munkás véleményét. A ganz dolgozói halált kérnek a gyújtogató bitangokra. Az utcákon már meg is jelent a rögtönbíráskodási hirdetmény. A gyújtogatók nem kerülik el megérdemelt sorsukat. Az első felszólaló Dinnyés Lajos miniszterelnök. Velünk vagy ellenünk, mondotta, aki szembe helyezkedik a tervel, kitaszítjuk körünkből, és ha kell, ki is írtjuk. A Magyar Kommunista Párt a 3 éves terv megindulásával is bebizonyította, hogy a tettek pártja, a nép pártja, tehát a nemzet pártja is. De be kell vallanunk, hogy a múlt választáson elért 17% nem volt elég mindannak eléréséhez, amit a dolgozó nép érdekében kívánatosnak tartottunk. A magyar nép felismerte, hogy a választásokon leadott több kommunista szavazat egyúttal nagyobb jólétet jelent, és tudjuk, hogy eddigi munkánk lehetőségét szavazatával fogja hatványozni, hogy a nemzetünket annyi balszerencse és oly sok viszály után végre valóban szabaddá, erőssé, függetlenné és boldoggá tehessük. Ez még nem minden, ezernyi más trükkel is értek a választásokon. Nézzük meg például Acél György, Zemplén megyei első titkár jelentését a pártközpontnak. A Kisgazdapárt egyes itteni vezetői politikailag jóindulatúakká váltak, mióta tudattuk velük, hogy adatok vannak a kezünkben ellenük. Mások, miután megértettük velük a politikai perspektívát, az erőviszonyokat, karrierakokból baloldaliakká váltak. Ugyanakkor kis, apró szívességeket is teszünk, amivel szintén lekötelezzük magunk mellé a pártok vezetőit. Az egyház felé a papokkal építettünk ki kapcsolatot. A református lelkészeket a katolikusok ellen fordítjuk, mondván a református a magyar vallás. A katolikus papságnál a felső és alsó papság közötti ellentéteket használtuk fel. Pártházszentelőket is tartottunk. A politikai pártokban mindenhol megvannak az embereink, akik rendszeresen informálnak bennünket mindenről. Acél György állítólag egy szikszói javasasszonya jó pénzért azt terjesztette, hogy véreset tojt a tyúk, és ez azt jelenti, hogy Szűz Mária kívánság, hogy a kommunistákra szavazzanak a választásokon. De most már csak a végére értünk a csalásoknak és a praktikáknak. Nem egészen. Nézzük tovább Mór Gyula beszédét, amiben Fejfer Zoltán megint közbe fog szólni.
A Magyar Függetlenségi Párt ezen a választáson 700 ezer szavazatot szerzett. Tisztán, ingyen és bérmentve. Az összes leadott szavazatok 14%-át, még a belügyminisztérium által korrigált eredmények szerint is. Kedden még 738 ezer volt, szerdára 670 ezer lett. Hogy eltűnt ilyen sok szavazat? Fejferi arra utal, hogy a Függetlenségi Pártra leadott szavazatokról ellentmondásos hírek jelentek meg a belügyminisztériumból. Minden nap egyre kevesebbről adtak hírt. Erről szól egyik képviselőjük magánlevele is, amit azokban a napokban írt. A délelőtt folyamán értesültünk, hogy a Kisgazdapárt és a Kommunista Párt között tárgyalások indultak meg arról, hogy a Kisgazdapárt a kék cédulákat nem teszi szóvá, ha a Fejferpárt szavazataiból jelentős mennyiséget a Kisgazdapárt részére írnak át a belügyminisztériumban. Akár volt ilyen megállapodás a kisgazdák és a kommunisták között, akár nem, az tény, hogy a Függetlenségi Pártnak valahogy egyre kevesebb szavazata lett. Minél többet számoltak hozzá, annál kevesebb. Végül is 49 mandátumuk lett, ami még így is sok. Nemzeti függetlenségünk második napján ült először össze az augusztus 31-én megválasztott Magyar Országgyűlés. Parlamentre, amelynek kősebeit a munkáskezek most javítják, felröppen a szabad és független ország nemzeti lobogója, jeléül, hogy együtt van az országgyűlés. 12 óra előtt néhány perccel érkezett az országgyűlés megnyitására Tildy Zoltán köztársasági elnök. Miért zavarta a kommunistákat ez a 49 hely, amikor ez csak 14%, ők pedig 22%-kal megnyerték a választásokat? Nem egészen, ez nem ilyen egyértelmű. Nézzétek meg ezt a karikatúrát. Itt látható a polgári többség sárkánya, aminek Rákosi Mátyás levágta az egyik fejét, a Kisgazdapártot, de a 47-es választásokon egy sor új fej keletkezett. Azt akarja kifejezni, hogy valójában a polgári pártok itt is többséget kaptak ezen a választáson is, csak elaprózva. A kommunista pártnak tehát az volt a célja, hogy a Fejferpárt mandátumainak felszámolásával megváltoztassa a parlamenti arányokat. A nemzeti akarat nagy szabotálójának, a kommunista pártnak. Ezzel sikerülne a nagy bűvész mutatvány, hogy ugyan a választó polgári többséget dobott be a cilinderbe. A kommunista párt azonban baloldali többséget húzna ki belőle. A horti fasizmus hangját a magyar demokrácia parlamentjében. Ki a parlamentben a fasiztákkal? Mit érzi székről beszéljen? Terrorban! Több itt is terrorban! Hagyják beszéljen! Mór képviselőt az előbb használt kifejezéséért rendre utasítom. Miért utasítja rendre az elnök Mór? Mert a nemzeti akarat szabotálójának nevezte a kommunistákat. Ez akkor elég erős kijelentés volt. Jó, de miért pont az elvágnak vissza, hogy vitéz vagy? Ezen a karikatúrán is vitézül védi a gonoszokat, köztük egy nyilast. Ez itt mellette Fejfer Zoltán. Mór vitéz volt. Igen, Horthy avatta vitéz 1928-ban az első világháborús haditetteiért. Ettől még nem fasiszta. Bajcsi Zsilinszky Endre is vitéz volt, mégsem volt fasiszta. Harcolt a nácik ellen. Mór 1936-ban azt írja Hitlerről és Mussoliniről, hogy ezek a nagy férfiak a romlás és a bomlás széléről rántották vissza a saját nemzetüket. Hát fasiszta, ez egyértelmű. Na jó, de már fél évvel később ezt írja. Nagy ember politikai vezérségét kívánó szellemi áramlat, a Führer Prinzip vezérelv a magyar gondolkodástól teljesen idegen. És minél jobban erősödnek a háború alatt a diktatúra erői, annál inkább állást foglal a demokrácia mellett. 1943-ban ezt írja. Szabad akaratú SS teremtmény számára az államhatalom csak akkor elviselhető, ha a politikai szabadság útján maguk is beleszólhatnak a hatalom gyakorlásába. Szálasi hatalom átvétele után Mórnak menekülnie Bujkálnia kell. Háború alatti magatartásáért felajánlják neki a moszkvai követ posztját. Tisztelbeli képviselői helyet kap Kodálya, Károlyvel, Szent Györgyivel együtt. De tessék, hol itt a fasiszta? És itt van egy levél, amit Füst Milán írt neki 48 februárjában, amikor már a katedráit is megfosztották. Hogy politikai magatartásodban van-e, nincs-e hiba, nem vagyok alkalmas, hogy megítéljem. Viszont téged nemes lelkű és jó embernek ismertelek meg, és meg is szerettelek. Ha tévedtél volna, én akkor is meg vagyok győződve jó indulatodról és fedhetetlenségedről.
Tegyük hozzá, Füssmirán üldözött volt a fasizmus idején zsidó származása miatt. Ettől még a Pfeiffer-párt nyugodtan lehet fasiszta. Igaz, jó. Nézzük meg akkor a programját. Kossuth politikájának folytatása. Függetlenség, szabad élet, önkormányzat. Tiszta demokráciát követelünk. Szemben állunk a letűnt rendszerek feudális nagyhivatalnoki és plutokrata túlzásaival. Mi ez a plutokrata? A plutokraták a vagyonosak, akik a vagyonuk által gyakorolják a hatalmat. Támogatjuk a munkáspártok számos jogos szociális követelését. Követeljük az önkormányzati választások mielőbbi kiírását. Követeljük a rendeleti kormányzás megszüntetését. Szembe helyezkedünk a további államosításokkal. Szűkíteni kívánják a mindenkori politikai rendőrség hatáskörét. Hát, nem sok fasizmus sem segít. Figyeljetek, kötelező vallásoktatás. Hát ez azért nehezen egyeztethető össze a lelkiismereti szabadsággal. Lehet, de ez sem fasizmus. Ebben az időben még a legtöbb párt programjában szerepelt a kötelező vallásoktatás, így például a kommunista párt programjában is. Nézzük meg talán akkor a függetlenségi párt szórólapjait, hát ha abból többet megtudunk. Szabad egy szóra? Tessék! Döntött már? Hogyne, már elhatároztam, hogy a Magyar Függetlenségi Párt a szavazok, mint a kis gazdatársadalom méltó képviselőjére. Remélem ön is ezt vallja. Természetesen. Igaz magyar ember másra nem szavazhat. Hová rohan? Még kérdi, a Magyar Függetlenségi Pártban, mert ott vannak az istenfélő, hazafias, demokratikusan gondolkodók, öntudatos tömegei. Ha valódi szabadságot, félelemmentes életet, polgári életformát kívánsz, tarts el velünk! Sorainkban azokat találod, akik határozott és bátor magatartásuk miatt távoztak volt pártjaikból. Ezek az emberek eszméikhez, elveikhez és a magyar nép akaratához való hűséget választották a hatalom melege helyett. Magát Pfeiffer Zoltánt is fasisztának állítják be. Itt van a Ludas Matyi szeptember 10-i címlapja, egy vásárt ábrázol a karikatúra. Egyik oldalon a koalíciós pártok pavilonját látjuk, ahol mindenféle hasznos dolgokat árulnak, vasutat, gyárat, egyebeket. Vele szemben látható Pfeiffer Zoltán pavilonja, aki monoklikat, nyilaskeresztes karszallagokat, katonacsizmát, szálasi képet és ehhez hasonlókat árul. Háttérben a többi polgári párt képviselőjét látjuk, akik sokkal jelentéktelenebbek, és a kép aláírás arra utal, hogy Pfeiffer Zoltán több évre le fogják majd csukni. Egy másik karikatúra ugyanebből a számból. Itt azt lehet látni, hogy Pfeiffer Zoltán a közjegyzőtől átveszi a fasiszta szavazatokat, mert hogy ráhagyományozták a legtöbbet. A többi polgári párt vezetője szomorúan néz. Érdemes ezek után megnézni azt, hogy milyen is volt Pfeiffer Zoltán múltja, mennyiben volt fasiszta vagy nem. Tessék, a háború előtt ügyvéd, kisgazdapárti politikus. 1944-ben, tehát a háború alatt részt vesz a nácikkal való szembenállásban. Ez itt az ellenzék, a függetlenségi párt lapja. Itt olvasható az a levél, amit Balcsi Zsilinszky Endre csempészet ki fogságából éppen Pfeiffer Zoltánnak, mert őt tekintette ügye folytatójának. Itt egy másik érdekes cikk. A Balcsi Zsilinszky Endre és társai elleni per ítéletében, amit a Nyilas Bíróság hozott, egy teljes oldal foglalkozik a szökésben lévő Pfeiffer Zoltán ügyvéddel, aki a többiekkel együtt törvényes nyilaskeresztes kormány eltávolítására és az ellenség a szovjet haderő szándékos megsegítésére szövetkezett. A szökésben lévő Pfeiffer kijelentette, hogy Nagy Jenő özvegyes személyében talált is már egy megfelelő beállítottságú katonát, aki alkalmas lesz a mozgalom katonai részét irányítani. Pfeiffer Zoltán már el is hozta Nagy Jenő özvegyes 4. rendű vádlottat. Igen, Pfeiffer az ellenállás katonai szervezetében a Magyar Frontban képviselte a kisgazdapártot másodmagával. 1946-ban pedig, mikor a köztársasági törvényt szavazták meg, ő dolgozta ki, mint jogász, a szabadságjogokról szóló részeket, amely szintén nem egy náci ember gondolkodására val. A kommunisták mégis nagyon haragudtak rá. Haragudtak például azért, mert 1946-ban, mikor igazságügyi államtitkár volt, még mint kisgazda, leleplezte azt, hogy a kunmadarasi és miskolci zsidógyilkos pogrom mögött valójában a helyi kommunisták állnak, és lefogadta a felelősöket a kommunisták szándéka ellenére. Lassan szédülni kezdek, Pfeifferre mondják, hogy fasiszta, aki ellenálló volt, majd letartóztatta az antiszemitákat. És ezt a pogrom szervezői mondják rá? A legnagyobb bűne pedig az volt, hogy akkor, amikor már a kisgazdapárt kezdett egyre jobban együttműködni a kommunista párttal, akkor kilépett, és megalakította a saját pártját, a függetlenségi pártot, és nekiindult a választásoknak pénz nélkül, sajtó nélkül, mindenféle eszköz nélkül, és mégis 700 ezer szavazatot nyert ezen a választáson. Erre persze még erősebb lett a fasisztázás. Olvassa?
A Szabad Nép vezetcike szeptember 7-én. Félre a fasisztákkal, régi fasiszta jelszavak, sovinizmus, nyakló nélküli uszítás gyűjtött a fejfelék táborába az egész magyar demokrácia minden ellenségét, a régi rend legálvakultabb okulásra képtelen híveit. Aki nem hiszi, nézze meg a programjukat. Fejfer első rohamra nagyobb eredményt ért el, mint Hitler nemzeti szocialista pártja a weimari Németországban. Egy ilyen újságírónak úgy látszik csak az számított, hogy minél jobban bevágódjon a pártvezetésnél. Nem egészen. Aki ezeket a sorokat írta, az 1956-os forradalom mártírja lesz később, 1958-ban, mint Nagy Imre munkatársát végezték ki. Gimes Miklósnak hívják. De hát miért írta ezt? Nagyon sokan gondolkodtak akkor így, még csak nem is csak kommunisták, hanem mindenféle más értelmiség is. Nézzük meg például, itt van a Zsolt Béla polgárradikális újságíró lapja, a Haladás, ő is fasisztának nevezi a fejferéket. Vagy ott van Subka, a kitűnő Subka Gézának Világ című újságja. Olvasd csak, mit ír? Sötét lovagok, közéleti kalandorok, elvetemült ügynökök csak fedőszervnek használták a függetlenségi pártot. Bújtogatták az alantas indulatokat. Hová vezetett a Horthy rendszer gyáva elnézése a nyilas tökvésszel szemben? Akarjuk még egyszer? Nyilván ők is a kommunisták szövetségesei. Nem egészen. Máskor Subka Gézáról is, mint fasisztáról beszélnek a kommunista sajtóban. De ebből is látszik, hogy a fasizmustól való félelem az nagyon erős volt 47-ben. Még csak egy-két éve lett vége a világháborúnak, a fasiszta borzalmak napvilágra kerültek, és valóban elég sokan féltek attól, hogy mindez visszajöhet, hogyha a békeszerződés életbe lép, és a szovjet csapatok esetleg kivonulnak. Ma már persze okosabbak vagyunk, tudjuk jól, hogy nem ez volt enyhén szóval a legnagyobb veszély, de akkor nagyon sok ember őszintén tartott ettől, hitt abban, hogy a kommunista párt valami helyes úton jár, és nem láttak tisztán. De ha mindenki így látta, talán mégiscsak volt benne valami, vagy mindenki megőrült? Nem, sokan voltak akkor is, akik pontosan tisztán láttak, de az ő hangjuk már ekkor elég kevéssé hallatszik. De különösen érdekes lehet egy olyan embernek a véleménye az egész ügyről, aki a Horthy korban végig emigrációban volt, egy régi demokrata, az 1918-as forradalom idején miniszter, nemzetiségügyi miniszter Jászi Oszkár. Jászi még Amerikában írta ezt a hazai viszonyokról. Magyarország szovjetizálása egész életművemet lerombolta. Az utolsó tisztogatás után valószínűleg néhány régi barátomat találnám börtönben a Nagy Vince típusából, akik talán nem nagyobb mértékben neofasiszták, mint én. Jó, akkor fejfelék fasizmusát vagy reakciósságát teljesen elvethetjük. Igen, a támadásoknak tehát nem ez volt az igazi oka. De alapos oka kellett, hogy legyen, mert már a választások előtt elindult, a választások után pedig nagyon felerősödött, és már nem csak szavakkal folyt. Milyen keményebb eszközöket használtak még? Nézzétek ezt a szórólapot! A Magyar Függetlenségi Párt mai békeszínházbeli nagygyűlését az államrendőrség betiltotta. Fejfer Zoltán, aki súlyos sérülésekkel fekszik betegágyában, azt üzeni, hogy vegyétek ezt a döntést fegyelmezetten tudomásul, de augusztus 31-én csak azért is hetes lista ad tovább. Súlyos sérülésekkel? Igen, Fejferék vidéki gyűléseit sorra megzavarták fizetett rendbontók. A meghirdetett gyűlés folyó év augusztus 20-án 11 óra 25 perckor vette kezdetét. Mintegy 3000 főnyi tömeg gyűlt össze. Fejfer nevének elhangzása után a tömeg erős tiltakozásban tört ki. Fütyülések hangzottak el. Közben valaki a megafon vezetékét leszakította. 12 óra 5 perckor a veszélyesé alakuló helyzetre való tekintettel az intézkedő tiszt útján kérdést intéztem a gyűlés rendezőségéhez, hogy nem látnák észszerűnek a gyűlés beszüntetését. Dr. Fejfer Zoltán azt kérte, hogy állítsam helyre a rendet, az őt sértegetőket pedig állítsam elő. Kijelentettem, hogy a testi épségét és a tetlegességé fajulását a tüntetésnek biztosítom, de a tüntetőket csak úgy tudom elhallgattatni, ha a gyűlés felosztatom, de akkor nem lesz hallgatóság. Kijelentette, hogy ezt nem kívánja. Ezután visszatért az emelvényre. Fejfer meglátásakor a tömeg még élesebben kezdett tüntetni. A vezetőség végül az emelvényről leszállt, karhatalmunk őket, hogy a tömeg elől elvonja, a rendőrség épületébe szállította, s tapintatosan a tömeg szétoszlatásához fogott. Megjegyzem, Fejfer Zoltán sehogy sem akarta rendőrségre jönni, azt akarta, hogy a tömeg hangulatát felkorbácsolja, és magát mártírnak tüntesse fel. Elő lett állítva Harkai Jánosné született Betozán Zsuzsanna, mert a pódiumra egy darab fél kilogramm súlyú sárgadényét dobott fel. A tüntetés Hódmezővásárhely lakossága demokratikus többségének spontán megnyilvánulása volt. Bűnvádi úton megtorlandó esetről tudomásunk nincsen. Augusztus 29-én a párt Csongrád városi gyűlését
és fölbírált verekedők zavarták meg. Fejfes Zoltánt például biciklilánccal úgy összeverték, hogy kórházba került. Minden párt képviselője negyedórás beszédet tarthatott a rádióban 1947. augusztus 30-án a választás előtti napon. A Magyar Függetlenségi Pártól megvonták ezt a lehetőséget. Aztán az augusztus 27-ére hirdetett nagy gyűlését 23-án engedélyezték, majd 27-én reggel közölték, hogy mégsem lehet megtartani, mert ugyanarra az időpontra már más párt kért engedélyt. Mikor másik helyszínre kértek engedélyt, arra az volt a válasz, hogy a kérelem nem érkezett meg idejében. 28-ától pedig már nem tarthatja gyűlést senki. Ezek után az átlátszók és trükkök után a választásokat követően Rákosi Mátyás nyílt frontális támadást indított a párt ellen. Miért van most egyszerre ez a nagy égszakadás földindulás? Mert Magyarország most már független. Azért, mert a kék cédulák alkalmazása nélkül is 700 ezer magyar választópolgár szavazott ránk. 700 ezer megtévesztett ember, megnyergelték a reakciót. A kommunistáknak tényleg az volt a bajuk, hogy a Fejfer párt túl sok mandátumot nyert a választásokon. Ezért még a szovjet elvtársak is megrótták őket. Szigorúan titkos. Tájékoztató feljegyzés a Magyar Kommunista Párt tevékenységéről. A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága. Külügyi osztály. Kapják Zsdanov és Kuznyecov elvtársak. 1947. december. A Magyar Kommunista Párt súlyos hibákat követett el a választási kampány során. Túlbecsülte a saját erejét, és alábecsülte a reakcióét. Rákosi elvtárs például a nekünk küldött jelentésében azt írta, hogy az ellenzéki pártok együttesen nem fogják megkapni a szavazatok 15%-át. Az ellenzéki pártok ezzel szemben a választásokon a szavazatok 39%-át kapták. A Rákosi Mátyás levele a szovjet pártvezetőknek 1947. szeptember 25. Kedves elvtársak! Ami az ellenzéket illeti, még lapít. Mi vagyunk az egyetlen párt, amely még az ellenzék ellen harcol. Előkészítjük a dokumentumokat, amelyekkel majd bírói úton kívánjuk megsemmisíteni a Fejfer párt mandátumait. Most már vannak bizonyos tapasztalataink a parlamenti demokrácia lehetőségének kezelésében, és reméljük, hogy megálljuk a helyünket ebben a helyzetben. Természetesen látjuk azt is, hogy adódhatnak bizonyos helyzetek, amelyekben nem ragaszkodhatunk túlságosan a formális demokrácia lehetőségeihez. Előkészítik a dokumentumokat. Dokument, yes. Hárasó. Hárasó. Megindult a gőzhenger. Kezdődött Rákosi Mátyás választás utáni beszédével a Hősök terén szeptember 6-án. Hatalmas tömegben vonulnak fel Nagy Budapest dolgozói a Magyar Kommunista Párt nagygyűlésére, hogy meghallgassák Rákosi Mátyás beszámolóját a demokrácia döntő győzelméről és az előttünk álló feladatokról. Ez egyúttal ünneplése is annak a győzelemnek, amellyel a Magyar Kommunista Párt több mint 1.100.000 szavazatával az ország legnagyobb pártja lett. Ez a győzelem eredménye annak a munkának, melyel a párt mindig a dolgozó nép érdekeiért harcol. Hosszú időre utat mutat a Magyar Kommunista Párt kormányprogramja, amely záros határidőre követeli a nagybankok államosítását, az igazságos közteherviselést, a nagy jövedelmek igénybe vételét a 3 éves terv beruházásaira, a külföldre távozott hazaárulók vagyonának elkobzását, a munkanélküliség megszüntetését, a kollektív szerződések megkötözésére, dolgozókból álló bíróság. Kádár János, a Magyar Kommunista Párt főtitkárhelyettesének bevezető szavai után Rákosi Mátyás szólt a nagygyűléshez. A Fejfer pártban összeverődött elemeknek egyetlen összetartó erejük van, a demokrácia gyűlölete. Egyetlen vágy tölti el őket, újra bilincsbe verni a magyar népet. Az újjáépítés fogaskerekei közé nem csak homokot, de kavicsot is szólnak. Ezért bejelentjük, hogy Fejfer pártjával szemben a legkíméletlenebb harcot fogjuk folytatni. Én nagyon szomorúnak érzem, hogy az egyik vezető ilyen kijelentésekre ragadtatta magát. Azt a cézári mondást, hogy ich werde sie austradieren, vagyis, hogy el fogjuk törölni. Elég jól ismerjük a közelmúltból Hitlertől. Szerettük volna hinni, hogy hasonló alűrökkel többet nem találkozunk. Ha nagyobb szabású, közönséges bűncselekményeket lefleznek le mostanában, a kommunista sajtó ezt írja, ezeket bizonyára a Fejfer párt tagjai követték el. Schwab mentés! A Szabadság szeptember 26-ai száma nagybetűs címben közli,
hogy áramtolvajok gázcsaló garázdálkodnak. Schwab mentők! És az alcímben azt írja, hogy Zsebényi Béla fejferista képviselő potyán hallgatott rádiót. A cikk azután elmondja, hogy Zsebényi Bélát 500 forint pénzbírságra ítélte a rendőri büntetőbíróság. A dologból természetesen egy szó sem igaz. Rágalom! Zsebényi régi rendes előfizetője a rádiónak. Hasonló becsületsértés rágalmazó közlemények száma légió. Ha az ember ezt a harcmodort szemléli, meg kell döbbennie. Végtelenül elszomorító ez a gátlás nélküliség. Télen nagyon kemény harc kezdődött. A Ludas Matyi szeptember 24-i számában jelent meg ez a karikatúra. Egy vonatot látunk, amit Rákosiék vezetnek, a sínen keresztül áll Fejfer. Megkérdezik, ott van valami, megálljunk? Dehogy is, átmegyünk rajta. Ebben a légkörben hangzik el Mór Gyula beszéde a parlamentben október 8-án. Na, nem összegzel? De. Tehát 1947. augusztus 31-én választások voltak sok csalással. Szeptemberben a kommunistákat koalíciós partnereik csalással vádolják. A kommunisták egyrészt fenyegetőznek, másrészt ellenzéki szavazatokat csalnak egyes szövetségeseik eredményeihez, így a felháborodás csillapodik. Végül frontális támadást indítanak a Fejfer-féle függetlenségi párt ellen, népgyűléseken, sajtóban, parlamentben. Választási csalással, fasizmussal, köztörvényes vádakkal vádolják őket, nyíltan leszámolással fenyegetőznek. Mór Gyula beszéde után a petíciókat a választási bírósághoz nyújtották be. A választási bíróság három tagját a szociáldemokrata igazságügyminiszter jelölte ki, ők már eleve a Fejfer párt ellen voltak. További tagokat a parlamenti pártok jelöltek, így végül is 7-3-as köpséget kaptak a kommunisták a választási bíróságban. Az elnök, Major Ákos általában minden döntés előtt a kommunistákkal, személyesen Rákosi Mátyással konzultált, ez történt most is. Nézzük meg a mostani konzultációját Major Ákos visszaemlékezése alapján. A párt különleges feladatot bíz erre Major elvtárs. Arra kell venni az irányt, hogy a választási bíróság ne a kék cédulákkal kapcsolatos rágalmakkal össze adjon az időt, hanem a fasiszta Fejfer párt ajánlásait semmisítsenek. Ez a dolgozók a demokrácia érdeke. A választási bíróság döntésétől függ, hogy lesz-e polgárháború Magyarországon. Ez azért túlzás. Nézze, Rákosi elvtársa, a Fejfer ajánlásokat vizsgálni akarjuk, vizsgálni kell a kék cédulákat is. De biztos vagyok benne, hogy ennek semmilyen kockázata nem lesz. A kommunistákat ért rágalmakat meg fogjuk cáfolni. Major pajtás, nem szeretném magával összeakasztani a bajuszt. Attól az Isten mentsen meg. Miközben a választási bíróság dolgozott, az alatt a kommunista belügyminisztérium sem tétlenkedett. A rádióban közvetített gyűlések gyalászkodó orkányát még el lehetett viselni valahogy. Aztán október első napjaiban arra lettem figyelmes, hogy mind többen követnek. Ebből arra következtettem, hogy fokozzák az idegháborút velem szemben, hiszen megfigyelőkből eddig sem volt hiány. Reggel 7 órakor volt az őrségváltás a Báthori utcai lakásom előtt. Egy nagy lefüggöző dzsibből szálltak ki az ávósok. Körülvették a házat, elhelyezkedtek a lépcsőházban és a szemben lévő lakásokban, és ha elmentem hazulról, rajban követtek. Közben a titkárom letartóztatták. Ezt már nem lehetett félreérteni. Október végén vádat is emeltek Fejfer ellen. A vád összeesküvés és egy SS fogoly kiszabadítása volt. Ugyanakkor ekkor még, mint képviselő, védte őt a mentelmi jog. 1947. november 4-én érkezett meg a házelnökhöz a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó kérelem. A házelnök, aki megkapta a kérelmet, éppen Nagy Imre volt. Fejfer nem várja meg a mentelmi jog felfüggesztését, hanem elszökik. A Szabad Nép tudósítása november 7-én. Az idegen zsoldba szegődött gyászmagyar szökésével most visszatért gazdáihoz és megbízóihoz. Elment azokhoz, akiknek érdekében és megbízásából szervezte az angol száz imperializmus 5. hadoszlopát. Itt látható Fejfer Zoltán, mint az amerikaiak ügynöke. Kutyaként eszi az amerikaiak által odadobott csontokat. Ügynök? Micsoda képtelenség? Nem egészen. Ezt a könyvet egy amerikai hírszerző írta, aki akkoriban Magyarországon tevékenykedett. Figyeljetek, így ír egy magyar ügynökéről. A szintén kis gazdapol fontos kormányzati szerepet játszott. Szakmájára nézve ügyvéd, és ő is nagy érdemeket szerzett az ellenállásban. A könyvből közvetetten kiderül, hogy a Pol fedő név valójában Fejfer Zoltánt jelenti. Magas kormánykörökből származó információkat kaptam tőle, köztük valamennyi kabinetülés jegyzőkönyvének másolatát. Ez rendkívül értékes hírszerző anyag volt.
Pfeiffer szökését is Mekkelger szervezte meg. Egyik ügynök sem kapott anyagi juttatást, tisztán hazafiasságból cselekedtek, hogy Magyarország elkerülje a katasztrófát, tehát ne kényszerüljön szovjet uralom alá. Tehát akkor nem kellett különös bátorság Pfeiffer részéről az ellenzékiséghez, tudta, hogy a háta mögött állnak az amerikaiak. De kellett, és ezt Mekkelger is elismeri. Hallatlanul bátor és konok embernek élje a Pfeiffert. Láttátok, a kampány idején összeverték, bármikor megölhették volna a letartóztatás elő, és éppen, hogy csak el tudott menekülni. Mekkelger terve az volt, hogy Pfeiffert, feleségét és kislányát ládába csomagolják, és mint egy amerikai tábornok magánpontjászét viszik ki az országból. Ez egy nagyon kockázatos vállalkozás volt. A terv szerint november 4-én a hármas határhegy melletti erdőben sötétedés után kellett találkozniuk a Mekkelger vezette autóval. Ez azonban Pfeiffernek előbb le kellett rázni követőit. Elvileg a klinikák épületék között kellett volna eltűnnie, de végül is az Aponyi téren, a mai Ferenciek terén tűnt el. Annyira közelembe nyomultak, hogy hirtelen irreálisnak tűnt a gondosan kiadjalt terv a klinikákkal. Taxiba ültem, de pár pillanat alatt ott termett a már jól ismert kiskék sportkocsi és a jeep. Mit csináljak? Az Aponyi téren megállítottam a taxit. Megpillantottam a Kovács EM csemege üzletet. Rádöbbentem, hogy ez az egyetlen jó egérút. Bementem a csemege üzletbe. A detektívek az ablakon át figyeltek. Vigyorogva nyomták orrukat az üveghez, és már annyira markukban éreztek, hogy nem jöttek utána. Az üzletet belül egy üvegajtó választott el a szomszédos presszótól. Abban a hiszemben, hogy őket látogatom, kinyitották nekem az ajtót. Még most is emlékszem a riadt tekintetükre, amivel fogadtak. A hátsó ajtón át kirohantam az udvarra, és onnan a ködös, borongós, novemberi estébe lerázva a kopókat. Csekély késéssel érkeztem a családi találkára. A feleségem úgy látszik nem figyelték, ez volt a szerencse. Később tudtam meg, hogy a barátom, aki a kislányomat vitte oda, negyed órát késett, és a feleségem rosszul lett félelmében. Ládákba csomagoltak bennünket. A kislányom altatót kapott, hogy föl ne sírjon. Másnap hajnalban már Bécs kövezete csattogott a ládákkal megrakott teherautó kerekei alatt. Az út nem volt egyszerű. Több szovjet ellenőrzési ponton is keresztül kellett menni, részben a határon, részben a megszállt Ausztriában. Mekkerge leírja, hogy az egyik ponton majdnem lebuktak. Mi van a teherautóban? Nem tudom. Hogy nem tudja? Én csak futár vagyok, nem kötnek mindent az orromra. Diplomáciai papírok meg valami tábornok bútorai. Mit tudom én? Nyisd csak ki! Nem tehetem. Hogy nem teheti? Két cigarettát? Tilos, bajba kerülnék miatta. Meg aztán nehéz is lenne. Rengeteg idő kifűzni a ponyvát, majd visszarakni. Még jó út áll előttem, és elég későre jár. Rendben van. Mehet! Pfeiffer kalandosan repülőn jutott ki a szovjet zónával körülvett Bécsből az amerikai zónába, és aztán onnan tovább az Egyesült Államokba. Na, ennyi, a láda kiürült. Vége a történetnek. Az okot. Te jó Isten! Fél évszázad telt el azóta. Ezt a felszabadulási emlékművet éppen az időtájt állították a szovjet katonák emlékére, mikor odalent zajlottak a küzdelmek, melyekről szó volt. Azóta is innen föntről figyeli a városban dúló harcokat, diktatúrákat, forradalmat, rendszerváltást. De hiába a fél évszázad, mi még mindig sok mindent nem tudunk. Hát igen, igaz, ami igaz. 50 év eltelt ugyan, és mégse tudunk most még mindig mindent. Na jó, de az biztos, hogy a Pfeiffer lerázta az üldözőjét, és elmenekült. Nem egészen. Bocsánat, hogy közbeszólok, Gyarmati György, a korszak kutatója. Üdvözlöm tanár urát. Pfeiffert, a kommunistát, mint ahogy az összes többi polgári politikust is, valóban szerették volna ekkor már minél hamarabb kiszorítani, nem csak a politikai arénából, hanem az országból is. De mindezt úgy próbálták meg elérni, hogy ne letartóztassák, elítéljék őket, hanem úgymond saját maguk szánják rá magukat a távozásra, az emigrációra. Majd amikor kommunista szemszögből végképp nem kívánatosakká váltak, akkor egyszerre üzengették nekik, hogy akár le is tartóztathatják őket, de aznap vagy másnap azt is mellé, hogy még nyitva a határ. Tehát egy kettős játék folyt. A kettős játék
Ez történik Fejferrel is, ez történik Nagy Ferenccel is, ez történik a Súlyókékkal is, a Varga Béláékkal is, és ők mindezt menekülésnek élik meg, és a politikai rendőrség kocsijai, ha éppen kocsival mennek, valóban ott vannak a nyugban, de csak azért, hogy biztosak legyenek, hogy túl vannak a határon. Most már legalább mindent tudtok. Legyen! 6 héttel a kitűzött határidő előtt 3 millió munkaórával elkészült az újjáépített Margit híd fele szélességében, amelyet Tildy Zoltán avató beszédében ad át a forgalomnak. A nemzet elismerését és köszönetét fejezik ki a kitűnő hídépítő gárdának, amely Gerő Ernő miniszterrel az élén tehetségükkel és munkában való hősies helytállásukkal segítenek a romba döntött ország újjáépítésében. Ezután a megjelentek felvonulnak a hídra, a köztársasági elnök elvágja az utat elzáró nemzeti színű szallagot, kormánytagjai kíséretében mögöttük az ünneplő közönséggel megindulnak Budáról Pestre. Ezzel ismét begyógyult egy a nácik és nyilasok által okozott seb, és a pesti hidak száma 4-re emelkedett.